A süngomba egy nagyon értékes gyógygomba, amivel több terápiában is találkozhatunk. Röviden elmondom, hogy mik a sarokpontok, ahol a leginkább érdemes ehhez a gyógygombához fordulnunk. Az egyik ilyen azok az idegrendszeri tünetek, például az idegsejteknek az épülésében segít, és nagyon sokszor depressziós tüneteknél is fordulhatunk a süngombához, mert nagyon hatékonyan fogja kezelni ezeket a problémákat. A másik terület az a reflux. Gyakran találkozunk a refluxos tünetekkel, főleg tavasszal és ősszel erősödnek föl ezek a tünetek, és a süngomba képes a gyomorban annak a nyálkos anyagnak a képződését elősegíteni, ami a gyomor falát megvédi ettől az erős savtól, tehát a tünetek csökkenni fognak, illetve maga a probléma, hiszen ugye nem csak a tüneti kezelést tartjuk fontosnak. És a harmadik, és egyben talán a legfontosabb terület az a daganatos megbetegedések, ahol szintén sokoldalú segítséget nyújt a süngomba, és egy nagyon fontos kiegészítője lehet a terápiának, mert lassítja a daganat növekedését, osztódását, tehát ezáltal a terjedését, ami az egyik legfontosabb terület, és jelentős immunerősítő hatása is van, vagyis segíteni fog a szervezetnek a betegség leküzdésében.